Folyamatosan megújul karcak főtere, alkalmazkodva a globális felmelegedéshez és az új igényekhez, trendekhez. Példa erre a főtéri szökőkút is, melyet tavasz óta színes fénnyel is megvilágítanak. A részletekről Molnár Pállal, a Városgondnokság igazgatójával beszélgettünk. A főtéri átalakítások elmúlt 12 évében történt meg a Városháza és a Toronyház előtti szökőkutak elindítása, amely a nyári meleg órákban nagyon hasznos, párásít, hangulatosabbá teszi a főteret. Tavasszal a kor színvonalának megfelelő RGB világítást sikerült ide telepíteni, így este vagy sötétedéskor látható a három színben pompázó szökőkút. Tavasszal a kollégáimmal úgy döntöttünk, hogy próbáljuk már a kor színvonalának megfelelő világítást beszerelni. Egy divatos szóval RGB-s világítást sikerült beültetni ez a szökőkútba. Ezek speciális szökőkút elemek, szökőkút világítás, amely nem rozsdásodik, nem megy tönkre. Természetesen mindaddig, amíg rendeltetésszerűen van használva, tehát hogyha valaki bemegy és csavargatja, kiveszi, mert erre is volt már példa, hogy korábbi években akár fürdés céljáról is igénybe vették bizonyos lakosokon a szökőkutat, de hogyha ez rendeltetésszerűen van használva, 10 év a futamideje az élettartamának. Az elmúlt 10 év alatt sikerült gyökeresen átalakítani a főtérképét. Ebben a városvezetés mindig támogatta a Városgondnokság vezetőjét, aki dinamikus egyensúlyban próbálja tartani itt a növényállományt is. Vannak fák, amelyeket ki kellett venni, kiöregedtek, kiszáradtak. Ezek pótlásával olyan városképet alakítanak ki a szakemberek, amiben az ide látogatók vagy a karcagi lakosok is gyönyörködhetnek. Én úgy érzem, hogy a város megérdemli ezt, a főtér is megérdemli, mert az elmúlt 10 évet említve, én úgy érzem, hogy 10 év alatt sikerült gyökeresen átalakítani a főtérnek a képét. Ebben a városvezetés mindig is támogatott, és azt is elmondhatom, hogy ezzel várostörténelmet írtunk, ugyanis a korábbi években 40 évig nem volt átalakítva a városnak a főtere. Természetesen egy dinamikus egyensúlyban próbáljuk tartani a növényállományt. Ez a dinamikus egyensúly azt jelenti számomra, hogy egy folyamatban lévő folyamatos egyensúly, ugyanis kell növényeket kivenni, hogyha körbenézünk, vannak olyan fák, amelyeket jövőbe ki kell majd venni, szebbeket kell ültetni, kiöregedtek, kiszáradtak, van néhány fa is, amit a napokban kellett kivenni, sajnos ezzel nem tudunk mit kezdeni, de a Városgondnokság vezetésének és dolgozóinak az a kötelessége, hogy egy olyan városképet, egy olyan főteret tudjanak kialakítani, amikor az ide látogatók, vagy éppen a karcai lakosok kijönnek ide, akár sétálni, akár pihenni, akár csak leülni a padra, vagy csak gyönyörködni a szép zöldjebbe, hogy egy történelmi szót mondjak egy film kapcsán. Tehát, hogy ekkor kijönnek, jól érzik magukat, és mondják azt, hogy igen, karcagváros főtere szép. Egyébként vannak pozitív visszajelzések az itt lakók részéről is, valamint az ide látogatók részéről is. Én úgy érzem, hogy a város képviselőtestülete, a város vezetés és a karcagi lakosok méltán lehetnek büszkék a főterükre. Az országot járva hoznak ide máshol bevált növényeket, virágkompozíciókat, új ötleteket a főtérre adaptálva. Egyre több városvezető ragaszkodik ahhoz, hogy igenis szépnek kell lenni a város főterének, és erre hajlandók is költeni, és bevallom őszintén, hogy azért nem hordjuk itt a bölcsekkövét a zsebünkbe, tehát nem mi vagyunk a legügyesebbekben, vagy mindenben a legjobbak. Van, hogy ellesünk más településektől is szép virágkompozíciókat, új növényeket, új ötleteket, és én úgy érzem, hogy ezeket igenis, hogyha tudjuk ide a főtérre adaptálni, akkor ezeket nem szégyen átvenni. A cél, hogy a szépség mellett illat is legyen. Olyan illatos virágokat terveznek ide telepíteni, amelyek az esti órákban kinyílnak. Amit mindenféleképpen szeretnék, de idáig még nem sikerült megvalósítani, az, hogy a szépség mellett illat is legyen. Tehát vannak olyan illatos virágok, amelyek, hogyha esti órákban esetleg kinyílnak, mert inkább az áll. Hát eklatás példája ennek a nagyon sok karcagi portál lévő estike. Tehát az úgy meghatároz az embernek a hangulatát, hogyha a szépség mellett illat is párosul. Ez a következő nagy feladatunk, hogy illatot is próbáljunk a város főterébe csempészni. A párakapu a nagyobb forróságban szintén igénybe vehető, népszerű. A globális felmelegedés miatt a párásítást mindenképpen erősíteni kell. Így még több vizet hozhatnának a főtérre a szökőkutak kisebb tavak formájában.
a vizet, a párásítás mindenféleképpen erősíteni kell. Bevallom őszintén, az előbb említett illatosítás mellett én nagyon szeretném azt, hogy még több vizet tudjunk idehozni a főtérre, akár szökőkutak, akár tavak, kisebb tavak formájában. Ez is a jövőnek egy nagy kihívása, ugyanis ott, ahol 35 fokos melegek vannak, természetesen a párásításra nagy figyelmet kell fordítani, és ezt nem csak párakapuval, hanem vízfelületekkel lehet segíteni. A szakember a várost is járva családi házaknál is látja, hogy virágosítanak. Szép udvarokat alakítanak ki a házak, ingatlanok előtt, a közterületeken, udvarokon gyümölcsfákkal. Nagyon heterogén Karszakváros látképe, mert nagyon szép udvarokat, nagyon szép közterületeket is láthatunk a házak, ingatlanok előtt, ami ugye közterület a házak előtt, de nagyon szépen rendbe tartják az ott lakók. Sajnos látunk még nagyon elhanyagoltakat, látunk még nagyon sok helyen olyan gyümölcsfákat, amelyek igazából nincsenek kezelve, mert ugye a gyümölcsfa nem csak arról ismerhető föl, hogy terem, hanem azt ugye gondozni is kell, és a gondozás alatt nem csak a meccést értem, hanem kell növényvédelemmel is foglalkozni, de nagyon sok helyen ezt elhanyagolják, és ezek a fák nem szépek. Lehet valamennyit teremtenek, de nem szépen díszlenek a közterületeken, viszont egyre több az olyan ingatlan, ahol igenis nagyon-nagyon szép előkerteket lehet látni a közterületen, és a kertet is nagyon szépen, a saját udvart is nagyon szépen rendben tartják. Molnár Pál úgy véli, konyhakertet a zárt kertben, vagy az 1200 négyzetméteres portálokon célszerű kialakítani. A rendezett, gondozott udvarra jól esik munka után kiülni, pihenni, a madárcsicsergést hallgatni. A globális felmelegedés hatással van a gyümölcs termesztésre is. A gondnokság tavaly 1 hektár gyümölcsös telepített. Kései virágzású kajszibarackot, mert az nagyobb eséllyel vészeli át a koratavasszali fagyokat.